Popeye a tengerész. Magyar hangok. Vizi György, Kofler Gizi, Faragó András. Héraklész és a Spenót. Open your mouth and close your eyes. Here comes a nice surprise. Skittity-dum and skittity-doo. I got some spinach for all of you. Eat this one. Pipay, pipay, pupay, pupay. Get me! What are you? A Spenótot! Tessék megenni azt a Spenótot, hogy olyan erősek legyetek, mint a nagy bácsikátok, Heraklész! Heraklész? A bácsikát. Aki erős volt? Aki nagy volt? Attól lett? Erős, hogy... Megette? Amit utált? Úgy bizony, srácok. Minden történelemkönyvben benne van. Mindjárt el is mesélem, hogy hogy történt pontosan. Egyszer volt, hol nem volt. Nagyon-nagyon régen. Egy távoli vidéken, messze innen. Éldegélt a világ legerősebb embere. Az emberek nagy barátja volt ő. Úgy hívták Heraklész. Egy nap Pop Heraklész békésen hajtott a kocsiját, amikor meglátott egy madárfiókát, ami kiesett a fészkéből. Rögvest lepattant a kocsijáról és robogott a fiókához, hogy megnézze, nem esette baja. Csak van, hogy segítessen a szerencsétlen kis madárnak, erőt kellett gyűjtenie. Méghozzá hogyan? Előkapott egy jókora erős fokhagymát és beleszippantott. És emberfeletti erejével egyre csak nyomta a jól megtermett fát bele a földbe. Heraklész valami hihetetlenül erős volt, de emellett gyengéd is. De őt? A fokhagyma olyan erős. Hol van? A Spenót? Ebben a... Sztoriban? Várjátok ki a végét, srácok. Még messze nem hallottatok mindent. Hol is tartottam? Ja, igen. Egy nap egy nagy tulokfejű marha költözött Heraklész szomszédságába. Vagy úgy. Ez a Heraklész azt képzeli, hogy ő a világon a legerősebb. Ha a kezem közé kerül, esküszöm parrászószom. Húzdi! Utás! Meneküljünk! Segítség! Segítség! Húzzon ki meg! Heraklész, ezennel bármi adarra hívlak. Elfogadom a kihívást! A kihívást! A kihívást! A kihívást! Így hát Heraklész elfogadta a nagy tulokfejű kihívását, és összemérték erejüket. Ebben pipálj le, ha tudsz! A Spenót győzött! Ne vágjatok a szavamba, még nem fejeztem be. Szóval, egyik egyen az egyik, másik egyen a másik, nem volt más hátra, következett a kötélhúzás. Elkészülni? Vigyázz! Right! Hogy attól gondolsz. Az
maga lett az erő. Te szerencsétlen! Csak átfújok és elszállsz! Spenót? Fura egy jószág ez a Spenót! Visszanyertem tőle az erőmet, megint a régi vagyok! Hogy lehet, hogy megint erősz vagy, Nincis fokhagymád? Mert a fokhagymánál még a Spenót is jobb! És ezzel Heraklész úgy kiütötte a nagy tulok fejűt, hogy a falatta a másikat. Na gyerekek, látjátok, ezért kell megenni a Spenótot. Na ne már, beszélsz itt zöldségeket. Nincs is jobb a fagyinál, igaz, srácok? Hát, ha te... Mondj, haver!